Szeretőket elbölti, tetteinkben is megnyilvánuljon, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélek jelenségben, Isten mint örökké. Thank you.
ezért elment a maga városába, hogy összeírják. Galilea, Názáret nevű városából, József is fölment Dávid városába, a júdai Betlehembe, hogy összeírják feljegyzett feleségével, Máriával, aki gyermeket vár. Amíg ott tartózkodtak, beteltek Mária napjai, hogy megszülje gyermekét. Világra hozta elsőszülött fiát, bolyákat akarta és jászolgot fektette, mert nem kaptak helyet a szállásra. Thank you.
címe, Magdeltről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és tudatolták, hogy a zsidók úszült király, látunk csillagát Magdelten, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte. Meghallott ezt Herodes király, és megtudott, hogy egész Jeruzsálem összehívta a főpapokat és a nép írásbóit, és megkérdezte tőlük, hogy hol kell születni a Messiásnak. Azok így válaszoltak, a júdeai Betlehemben, mert ezt írja a proféta, te Betlehem Júda földje, bizony nem olyan legkisebb Júda nemzetségei között, mert belőle jön ki a fejedelem, aki pásztora lesz népemnek Izraelnek. Erre Herodes titokban magához hívatta a bölcseket, és pontosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idején. Aztán ezzel küldte őket Betlehembe. Menjetek, tudakozódjatok szolgálatosan a gyermek felől, és ha megtaláljátok, jelentsétek nekem. Én is elmegyek, hogy hódoljak előtte. Thank you.
jussatok el Krisztushoz, akit a napkeleti bölcsek a csillag vezetése alatt kerestek, és nagy örökre nem is találtak, mint az igaz világosságot. Amen. És áldjon meg.